Vágy, vágy, Energia. Energia. Szex, 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 szex. Sokan sok minden gondolnak a szexről. Hétről hétre olyan témákkal jelentkezünk, amit neked is új nézőpontot adhatnak. Induljon be a fucking good sex! Sziasztok. 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 Mai adásunk címe három, vagy hármas, vagy... A kicsit unjuk itt magunkat a légnyomásra, és úgy gondoltuk, behozunk újabb mi is Mi is hárman vagyunk, tehát, tehát akkor így, így, most, így most egyből így, így beindulunk ezzel a hármasra. És szóval a, mindenki, fér, minden férfi álma ez a felállás, hogy hát, két nő, egy férfi. Hát, hogy... Vagy... Vagy, vagy ki hogy, mert van, akinek az a felállása, hogy két férfi egy nő. Én hát inkább választanám. Hát uh, igen, tehát hogy ki, most melyik oldalon vagyunk, tehát mi nőként valószínűleg inkább azt választjuk, hogy két biztos, férfi legyen egy, nem, egy nő. A, a férfiak általában azt szeretnék, hogy két nő legyen egy férfi. De azért én, tap, van, van olyan, nekem van az ismerőseim között olyan férfi, aki, aki egy kapásból azt ajánlotta föl, hogy két férfi egy nő. Hm. És hogy azért ez, ez nekem nagyon-nagyon érdekes a, ez a volt. Nem? Igen, de de, való, de ez a kevesebb, ez tény is való. Úgyhogy hát ez az érdekes, hogy vajon miért mozgatja a férfiaknak a fantáziáját, vagy nem tudom, hogy a nőknek a fantáziáját ez mozgatja, de hogy, de hogy miért mozgatja. Ó, igen, tehát egyébként ez lehet, mert hogy ugye fölmerült az a kérdés, hogy hogy mi az, amit igazán szeretnél megélni a szexben, de soha nem mondtad el? Tehát mi az, ami, ami, ami a leg, legmélyebb vágyad? És én, én ott tényleg ezt mondtam, hogy két férfi, egy nő. Tényleg ezt mondtam. Tényleg? Igen. jó Én voltam már így amúgy. De. Én is. De, igen. Mármit, hogy két férfi van. Aha. Na. Még, szoktam mondani, még járny Jó. De igazából ott úgy éreztem, tehát, hogy ugye az teljesen, én még akkor teljesen másképp voltam a szexemben teljesen fiatalon, és hogy, hogy gyakorlatilag ott így tárgyként volt, ott jelen mindenki. Tehát a farok is eszköz volt, és a, a, tehát a nemiszervek is eszközök voltak, és a jelenlévők is eszközök voltak valami fejben lévő dolognak a megélésére, amiből aztán tökre nem az lett amit így kitaláltam. Tehát, hogy pont ez a, ez a felszín nem való dolog volt, tehát nem volt benne mély kapcsolódás. Nem tudom, így most, hogy ahogy most vagyok, én nekem most nincs így a, a, a vágyaimban, hogy egy többest már annak is örülnék, hogyha valaki <laughs> velem elbírna, <laughs> nem, hogy még egy másik nő, tehát itt írják a pasik, hogy ha hogy, hogy benne lennék egy hármasban, még akár benne is lehetek. Mire gondolsz, és hogy két nő, egy férfi, és elmondom, először teszteljük, hogy ebbírsz egyáltalán velem, aztán majd mehetünk esetleg tovább. Most így ez jelentsen bármit is, de hogy, hogy tényleg sajnos kevés férfinél tapasztaltam meg azt a fajta jelenlétet, azt a fajta minőséget, amire szeretnénk biztatni benneteket, hogy ami tényleg a felszín alatt vagy mögött van, tehát hogy tényleg egy mélyebb ö, együttlét, és azt gondolom, hogy, hogy akkor ezt először nézzük már meg így. így kiketesben, vagy hogy is van, vagy akár még egyes, ja, egyedül, egy önkapcsolódásban is ez... uh, igen. egy másabb. Jó, tehát, hogy én, igen. én, akkor hagyd én vagyok a ma, én vagyok Andersen. A, a úgy, igen, én vagyok, igen. Van Andersen, nagyon úgy vagyok a Andersen. hát figyelj, tehát nekem ez nagyon érdekes élmény volt, tehát egyetemista voltam, és... Na, hát akkor lánykorodban, jánykorodban. Hát jánykorodban, igen. <laughs> Jó, most jó, oké, tehát jánykoromba volt, és, és hogy ez egy nagyon érdekes volt, tehát hogy, hogy, úgy megélni, hogy nem, tudta, nem tudni, hogy mi vár rád. Tehát nem, nem, nem tudtam, hogy mibe, mibe leszek én itt most ebben Két bele. pasival voltál. Igen, mm -hmm. igen. Tehát nem tudtam, hogy mibe leszek én itt belevonva. Tehát azért nálam sokkal idősebb férfi volt az, akivel akihez én, én kapcsolódtam, és úgy gondoltam, hogy akkor, akkor ebből most itt lesz valami, és, és akkor ő mondta, hogy, hogy menjünk el egy helyre, de ott én nem gondoltam, hogy ott lesz még valaki. Tehát, hogy ez nekem aztán végképp a fej eszembe sem nem jutott, és akkor így gyakorlatilag csak belesodródtam az eseményekbe, egyáltalán... Ö Hát igen, tehát ez, ez ilyen nagyon-nagyon belesodródás volt, és ez a akkor nem tudtam nemet mondani. Nem volt ez erőszak, mert ugye ha, ha erőszaknak élt, tehát nem. Jó most ez megint kérdés, hogy mi akkor mi, mit nevezünk erőszaknak? Azért ma már tudom, hogy az erőszak is árnyalt, nagyon árnyalt, mm -hmm. de hogy, hogy igazándiból ott inkább belesodródtam, és vitt a kíváncsiság, hogy ebből most mi lehet, meg hát azért mégiscsak el lehessen mondani majd a barátnőknek, hogy na hát én már azért ilyenben voltam. Na kb. nekem is egyébként kérdezik volt. Ö, persze. Tehát, Teg -teg. hogy igen, tehát, hogy... hogy... Jaj, de igazából, hogyha autentikusan jelen jelenlétből kapcsolódni két férfival, vagy két nővel, hát ez az megint más, más mint, Abszolút, mint hogy tehát, hogy amikor tényleg jelenlétben vagy, és meg tudod mondani, hogy én most ezt szeretném, így szeretném, most, egy lapon ezt se szeretném. lehet említeni. Igen, semmi. tehát, hogy, hogy ha, ha, ha ott vagy tényleg abban a hármas kapcsolódásban, gyönyörben, és teljesen így a vágyadban, az megint más érzés, mint hogy, mint hogy el akarod csak mondani magamról, hogy én voltam két két pasival, hát vagy itt, két itt Erre utaltam erre, hogy eszköz volt ez a dolog, és csak tárgyak, tárgyasított eszközök voltak. Tehát, nem hogy volt egyáltalán tapasztaltatok -e egy, tehát, hogy volt-e gyönyör állapot közben? Én ebben nem emlékszem. De hogy volt, nekem biztos, hogy nem. nem de volt. lehetne egyébként, csak ez nem arról szólt. Nem, igen, Aha. nem arról szólt ott. Tehát ez nem ott, zárja ki, ott... hogy többesbe is meg lehet élni azt a mély kapcsolódást, amit igen, de az megint az, hogy, hogy először önmagunkkal, aztán a partneremmel is ezt így tágítani ki, és valószínű, hogy lehetséges, gyakorlatilag én ezt még így nem éltem meg ebben a. Hát formában. még egy, egy, tehát még az önmagunkkal való kapcsolásban is vannak problémák, aztán aztán, amikor már már kapcsolódunk a, oda, hogy már mással is, na onnan még egy harmadik, az... Hát tehát igen, ez tehát ez színű. igen, ahogy, ahogy tágul a kör, ahogy, ahogy ez így nő körülöttünk, úgy, úgy egyre uh, kif, kifinomultabb érzékelés kell ahhoz, hogy ki az, aki, aki akit ebbe az egészbe bele lehet vonni, hiszen én most, most erről... Na jó, figyelj, nem, nem, ez jutott eszembe, de, de mindegy, ezt mondom, mert hogy ez jött föl így képként, hogy, hogy ez a, az a kapcsolódás, hogy, hogy azért van, van, az a pillanat, amikor, amikor úgy érzed, hogy, hogy én most itt vagyok egy olyan szituációban, ahol egyedül vagyok nő, és két, két, férfivel vagyok itt, de ruha van rajtunk, és, és, mégis úgy érzem, hogy meg vagyok baszva. Tehát, hogy, hogy van, van az a pillanat. És, és, és ez most energetikailag, és ez most nem biztos, hogy. Tehát lehet ez jó is, de az van, hogy ilyen igazi hármas kapcsolódás szerintem nagyon pornón kívül nem nagyon tudunk honnan szedni. Tehát, hogy, hogy, nem tudom, hogy a való életben erre mekkora az esély, hogy ilyen igazi hármas kapcsolódásnak az hát, energiáját igen, talán abból a térből lehet, ahol, ahol, úgy van, mert ugye sok házasságba vagy egy kapcsolatokba, ugye nyitnak harmadik felé. És akkor itt érdemes azt meg, hogy, hogy megnézni, hogy ugye ez egy Kompromisszum, hogy valaki kompromisszumot köt ezzel az egyik fél. Jó, hogy a férnek a vágya. Igen, és akkor, és a, akkor a, nő a nő belemegy. belemegy azért, hogy tehát, hogy azért az nem ellenőrizni az. Nem őrizni tudja. Uh -huh. De vagy őt igazából pedig... nincs gyönyörű Nincs egyáltalán. Tehát igazából Sőt. hol van, igen. igen. vagy pedig tényleg egy konszenzus, amikor ez tényleg egy közös vágy, vágy. teljesen más az egész. Ez szerintem ez. Ez a nagyon ritka az, amikor a partnerek azt mondják, hogy tényleg nekem is ez az egyéni vágyam, és tényleg nagyon tök jó, hogy te is pont ez, mert ez is előfordulhat, és tehát, hogy évekig titkolják a másik előtt is, mert ugye ez azért elíték magunkat, hogy milyen más tényleg itt vagyok házasságban, hogy kéne, hogy ugye ez egy monogám kapcsolat, legyen és tényleg, én már is sem tud jönni, de hogy mi van, ha tényleg van ilyen, szerintem akkor meg tud születni az a fajta kapcsolás, amikor ez egy konszenzus, tehát hogy tényleg mindenki mindenfélnek ez a, a tényleg vágyan. De abból a térből, hogy valaki ebbe belemegy, mert tényleg akkor, na, el van lapos, hát, ha akkor jobb lesz, jobban érzi magát, vagy azt, hogy kontroll alatt lesz, ahogy mondtad, Laci, hogy akkor legalább nem a háta mögött csal meg, de hogy ez már inkább szerintem, mert haj az, az abuzáló történetet, ez ja, már egy ja, bántalmazás. Nem tud, egy, tehát, hogy akkor egy, hogy hogyha meg is történik ez a hármas kapcsolódás, nem tudja nyörben lenni, mert mindenféle érzelem elzárja, mint a féltékenység, mint igen. pedig, mint tehát, pedig olyan, igen. ami, amivel nem kapcsolódik a testéhez, hanem folyamatosan az agyában igen. ragad. Igen, tehát én ezeket óvatosan kezelem. Tehát én még speciális személy szerint nem találkoztam azzal a fajta Ilyen invitálásra, ami ez a konszenzus, ahol mindenki tényleg erre vágyik, nem csak valamelyik fél belemegy a másik várásba. Már lehet, nem. hogy vágynál is rá. hogyha... azt én mondom, én nem vagyok Igen. így ezzel kizárásra. Azt gondolom, hogy ha az a pillanatot megszólít, még az is lehet, hogy választanám. Tehát uh -huh. nem mondom, hogy soha meg minden, akár, tehát hogy, hogy ilyen szempontban, de még nem találkoztam ilyen jellegű invitálásra, ami nem jelenti azt, hogy nincs. Csak most még így, így, így nem vettem észre, vagy nem így jött velém. Hát itt igen, az a kérdés, hogy az a harmadik, akit egy, egy ilyen szituációba bevonnak, az az-e az a harmadik, amire a másik kettő igazándiból vágyik? Hát vagy, de... Tök... De, de ez tök mindegy, hogyha... Úgyhogy gyönyörbe tudtok kerülni, igen, mint akkor hárman. Igen. Akkor nem csapódik ki, mondjuk az egyik félre egy olyan energia, ami, ami kiviszi az energiát. Hát most gondold Vagy, el. Tehát, hogyha, hogyha az egyik féltékeny, akkor már nincsen jelenlétbe, akkor az ki fogja vinni a másik kettőnek a figyelmét. És akkor az megint csak arról És szól. És akkor megint visszamegy mindenki fejbe. Igen. igen, igen, igen. Vagy te leszel, akire rá lesz húzva, hogy, hogy te csak úgymond, mint harmadikként bementél egy párhoz és mégis akkor elkezd egy olyan folyamat, amit rosszul érzed magad, ami összehúz, ami nem kiterjeszt, ugye, ami gyönyörbe vinne, hanem fú, még ott lehet, hogy te leszel a hibáztatót, aki miatt mondjuk aztán olaj a vagy bármi. Tehát akkora problémák vannak fejekben néha, annyira éretlen a gondolkodása sokaknak, hogy, hogy az itt nagyon kell, hogy éberségben legyünk, és hogy, hogy tudatos szex, vagy tudatos szexualitás, mitől lesz az attól, hogy te Tudatos vagy, te, azért tudatos vagy. Én tudatos de basszus, vagyok. Ez a, a tudatosság és a, a szexuális tudatosság, vagy hogy a szexben tudatos vagy, az kettő különböző. Tehát uh -huh. hogy a, a, ez a szexben lévő tudatosság, ez annyira mély, uh -huh. mély önismeretet igényel, vagy ez fasság, hogy én hanem hogy mély rálátást arra, hogy mi is történik igazából most a testemmel, hogy az jó-e a testemnek, ami van, és, és hogy tényleg -e az a vágyam belülről, hogy, hogy ez, ez, amit látok, ez megnyilvánuljon, vagy akarok-e valamit változtatni rajta, vagy hogyha nem az történik, és nem úgy történik, akkor legyen már erőm kikommunikálni, és megmondani, hogy nem, nem nekem ez így nem, hogyha esetleg ez, meg ez, meg ez történik, akkor. Persze, persze nem, elvá, nem elvárásból, hanem, hanem így kifejezni kifejezni azt, hogy én így tudnék elmélyülni a gyönyörömben. Igen, hogy mindig van választásod. Talán, és akkor mondtad Dági, hogy nem, nem tudtál nemet mondani. Ugye, tehát akkor még nem, nem tudtál nem tudtam. nemet mondani. É. Tehát, hogyha valami olyan van, akkor igenis állj ki magadért, és válasz valami mást vagy egy nemet, vagy egy valamit kimondott, hogy de várjál már, inkább valami más szeretnék, és akkor azt megnézni. Tehát, hogy mindig van választásunk. Ez egyébként nagyon érdekes. Vagy, érdeke. hogy lassítsunk, vagy bármi, mm -hmm. tehát, hogy nem Igen. az a... Ez, ez nagyon érdekes egyébként, hogy Mert ez valamit, valamit, tehát, hogy az egy cél már, hogyha hogy van, hogyha mi hárman akarunk gyönyörben lenni. Az már megint egy megint egy cél. Nekem volt egy ilyen tök érdekes megélésem egy masszás tanfolyamon, hogy ott ilyen hárman vagy négyen kellett kapcsolódni, és ott tényleg, tényleg, az volt, hogy mondjuk ott kettő ember volt az adó, és egy a befogadó. És hogy tök érdekes volt, hogy, hogy egy, egy csajszival masszíroztunk egy harmadik csávónak a hátát, így a, így a testén mentünk rajta végig, és, és egy ilyen szinkron masszást adtunk, és az volt a lényege. Tehát, hogy, hogyha amikor a másik befogadta az én energiámat nézőpont nélkül, hogyha miként én, én egy férfiként érintettem egy másik csajjal, ő befogadta teljesen, azzal a azzal lendülettel én már ugyanúgy gyönyörben maradtam, mert nem éreztem visszautasítást, tehát hogy az, az energia az nem ütközött vissza a fejembe, hogy, 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 hogy az nem jó, amit csinálok, hanem egy full befogadásban és elfogadásban volt, és bennem sem jelent meg, és a csajban sem volt semmiféle ilyen nézőpont. És ebből valamilyen szinten fel tudtunk építeni egy ilyen hármas energetikai kapcsolódást, és ezt szerintem, véleményem szerint ezt el lehet vinni a szexuális a szexualitásba is, akár, akár testrészekkel is, vagy résekkel kapcsolatban. Tehát akkor ezek De, szerint van erre, van, erre, van erre, abszolút, van erre Én azt gondolom, hogy van erre lehetőség, viszont ez nem agyból, agyból, adódik, hanem teljesen egy ilyen testből történő meghívás. És nem azért, mert én bennem, bennem bennem nincsen vágy, és majd akkor lesz bennem vágy, hogyha majd két, két nő fogja szopni a farkam. Tehát, hogy nem, nem ezen múlik. az tehát, a Tehát, hogy azt gondolom, hogy a, az adá, tehát, hogy adást, tehát, hogy a tiszta adástól és a tiszta elvételtől, Kerül, kerülünk gyönyörbe. Én azt Inkább gondolom, akkor hogy, ez már az ajándékozás és befogadása. Igen, ez túlmutat amikor az nincsen mögötte. Tehát mi, mivel azt gondoljuk, hogy a, a, szex, a, szexuális energia, hogy ez a, sexusunk szexusunk egy ilyen, egy ilyen fal mögött van, vagy egy ilyen leárnyékolt valami, és hogy az, arra nem vetülhet rá a tudatosságnak a fénye, tehát, hogy azt mindig el kell rejtenünk, de hogyha nem rejtjük el, ha nem megmutatjuk, akkor igazából rájöhetünk arra, hogy nincs is ennek igazából jelentősége. Tehát, hogy ez bármeddig tud terjedni, és, és bárkivel, és bárhogyan, mert, mert a formát azt már mi alakítjuk, vagy mi adjuk meg neki. De nem az alapján, amit elképzelünk a, fej, a fejünkben. Tehát, hogy lehet egy elképzelés, ami, ami elvezet egy egy belépési ponthoz, vagy hogy, hogy, hogy érintsem meg a másik lábát, hogy még jobban, vagy hogy... Tehát igen. Igen, akkor lehet egy kérés megint az, hogyha valaki tényleg erre vágyik, zsigeriszíten, akkor kérheti, hogy milyen lenne, ha ezt megtapasztalnám, ami mindenki számára tápláló, nagyszerűbbet teremt, akkor fel is bukkanhat. Ennek a módja tökre másképp is, mint ahogy ő ezt a fejéből kigondolta. Tehát, hogy még akár, tehát ugye, ha valakinek tényleg ez a vágya, akkor kérheti, hogy ez mutatkozzon meg, hogy ezt ő meg tudja tapasztalni tényleg abból a térből, aki minden, ami mindenki számára nagyszerűbbet teremt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ö, mi pukkalhat. De fel. ez annyira örülök, Laci, hogy hoztad ezt a példát, mert legalább akkor ez már túlmutat azon, mint amit én például eredetileg elképzeltem, hogy itt nagyon nincs erre lehetőség, hogy hogyan tudsz egy ilyen igazi teremtő hozzájárulás hármashoz hozzájutni, de akkor ezek szerint mégiscsak van, mert te már ezt megtapasztaltad. Lehet, hogy nem feltétlenül úgy, ahogy mindenkinek a fejében ez megjelenik, hogy ez ilyen hármas szex volt, de, de mi van, hogyha nem... De energetikailag igen. Aha. Tehát, hogy nem, az, nem feltétlenül számít az, hogy most a, a testészek testrészek a nem, vannak, igen. Tehát, hogy a vágyam kifejeződik az energiámon keresztül is. És nem, a far, nem csak a farkamon keresztül. De hogy ez ez által... Akár, igen. akár, a testem. Tehát, hogy a testemnek a bármelyik, bármelyik részén. De le van butítva, arra a szintre, mondjuk hogy, egy pornóban hogy én a látnak. far, a farkama, fark csak a farkamon keresztül kerülök, csak gyönyörbe. Aha, igen. Na, ez vagy... a, egy, igen, igen. igen, igen. Ez, ez, olyan ennek a nagyszerűségének Tehát, a ha... lebutított verziója, amivel nincs semmi probléma, mert a kommunikáció lebutított verziója és a szavak szintje, és, egy csomó, és a szavak szintjén Mondhatjuk már azt, hogy mi is most így szenvedünk Igen, azért, hogy kifejezzük. Kifejezzük ezeket. a szavak szintjén azt, amit gyakorlatilag akkor ezt így kell, hogy butítsuk valamilyen formába, azt az energiát, azt a tapasztalást, hogy szavakba tudjuk önteni. Tehát ez, ez már egy korlátozás a szavak szintje, annak a megélésnek, ami lehetséges, amit a pornóban látunk, az is egyfajta korlátozás, egy butított verziója annak, amit meg lehetne élni. Ami, a, ami azt a mélységet és a, a, formák és a mélységek végtelen variációját adhatná. A pornó az egy, egy putított verziója, most nem tudok rá De abból is, hogyha figyeled az energiát, abban is van ném, némely olyan a jelenet, ami, ami abból, tört, ami, a vágyból ami a Történik. Vágyból. Igen, ezt mondta és nekem valaki, igen, hogy, hogy az, ami ilyen profi felvételek és a, és a házi ö, videók közötti különbség, hogy aki az a, azt mondta nekem egyszer valaki, aki ezzel foglalkozik, hogy ezeket a profi pornófilmeket vágja össze, hogy az olyan üres, ö, ő azt szereti, amikor ilyen házi felvétel van, amin tényleg látszik, hogy, hogy élvezik. És, és hogy ez van különbség. az, hogy energiából van De, ez, pont az. hogy, nem az a, nem, tehát nem a lényeg, hogy így, hogy áll a farka, és ké, ez, a, ez a, két test összeér, mert konkrétan ez, ez van a pornónak a 80 ában Nekem, nekem ez... nincsen gond, mert valakinek ez tök jó, vagy valaki ezt gondolja, hogy, hogy neki aztán kell majd a továbbá az, hogy izé, hogy majd análisan, hogy így mindig valamilyen más inger kell ahhoz, hogy, hogy, jobban érezze magát, vagy jól érezze magát. De hogy ez még mindig csak a felszínen maradt, sajnos. Mert ez még mindig egy ilyen külső. Tehát még mindig nem tud, tehát még mindig ezt használja ahhoz, hogy, hogy szexeljen. Ja, a, igen, tehát, hogy a, ugyanúgy meg hiány, hiányból működik a szex. Mondja, Dági, mert most nagyon sokat beszóltunk. Mindegy. Már mikor az első alkalommal akartam, valama, az, az már elment, most a második is elment. Tehát ez most már két. Okay, ez, az, ez, az, ez az, ami a, tudjátok a a szavak és mondatok közötti térben találjátok ezeket az információkat, de hogy de hogy közben meg arra az jött így fel, hogy ez, a, ez az otthoni meg a meg ja, a, a professzionális filmek közötti különbségbe, hogy, hogy nekem, nekem mindig az volt, hogy oké, okay, hogy a saját vágyamhoz kapcsolódni, de hogy a, a másiknak a a szenvedélyét, a vágyát megérzékelni, mert az sem mindig egyforma hevületű, de, és nem is mindenkivel egyforma, hanem, hanem tényleg az, hogy, hogy mi az ő, ő, ő szenvedélye. Tehát, hogy azt megérzékelni egy, egy másik, másik férfi, tehát ne, én most férfiról beszélek, de hát kinek mi? Tehát megérzékelni azt, hogy az az ő szenvedélye, az a belső tűz, ami ott lobog benne, hogy az milyen, és azt én magamba hogy tudom felszítani. És az, az nekem például ez, ez, ez egy nagyszerű érzés, és igen, ott, amikor többen vagyunk együtt, ott nem tudom, hogy, hogy most ezt így, tehát most ebbe a pillanatban így nem tudom elképzelni, hogy hogyan tudnék így kapcsolódni. Nyilván valahol engem is legbelül ez izgat ez a dolog, hogy milyen lehet, de a, ez nagyon érdekes volt, ami így közben hát mindig úgy, hogy abban a pillanatban képes vagy rá. Aha, hogy, mert hogy most így feljött az életembe, hogy most, most, mi van akkor, hogyha ha ez a két nő egy férfi felállásba belemegyek, és én vagyok az egyik nő, és, és ez most így egy ideje itt van bennem, mert nyilván azt már jó, jó, sok, jó sok évvel ezelőtt megtapasztaltam, hogy két férfivel egy nőként benne lenni egy ilyen hármasban milyen, és hogy most ugye feljött ez, hogy vajon két nő egy férfi felállásban az egyik nőként lenni milyen, és hogy most egyszerűen azt érzem, hogy, hogy nem is tudom elképzelni. Tehát okay. ne... Az a legnagyszerűbb, mert úgy bármi lehet. Bármiként megnyilvánulhat. Egy olyan szinten is, ahogy, ahogy egy masszázsnál, ahogy a Laci most leírta. Tehát egy uh -huh. ilyen tiszta kapcsolódás, egy masszázs. Tehát, egy hogy ott eleve nem volt szándék. Nem is értem. Nem, nem az volt a szándék, hogy. Na, tehát az volt a, az volt a szándék, hogy így erre engedjük bele magunkat, úgymond a, a pina meg a farokerőnket ebbe a, ebbe a masszázsba. De nem az volt a szándékunk, hogy mi szexeljünk a végén. Uh -huh. Tehát azért mondom, hogy azt mondtad, hogy nincs semmilyen kép a fejedbe erről. Ez a legszuperebb dolog? Mert bárhogy hát, fe, fe okay. búr, mert no, a kép nincsen, bármi. kép nincsen, de hogy egy csomó ítélet meg Aha, Na, azokat kell kidobni. Igen. Tehát azokat kell elengedni, hogyha ezek nem lennének, akkor Igen. miként tudna megmutatkozni. És ezzel a hm, 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 kíváncsi várakozással talán. És akár ö, akkor az tényleg bárhogy. Ja, és onnantól keressük a gyönyörnek a, a belépési pontjait és az útját, hogy hogyan, hogyan vezet, és ezek egyik hullámot a te utána a másik, és akkor utána már tök mindegy, hogy Szóval ki... nekem az úgy van világomban, én már voltam akkor úgy két férfival, hogy, hogy, hogy egy étteremben látványkonyha, és ahogy a férfi élvezettel elkészítette az ételt, és azt a felszolgáló férfi, hogy feltállalta nekem, és tényleg még abban is ott volt ez a játék, ez a flört, ez a szenvedély, és az ilyen ételt így befogadni, megenni, elfogyasztani, hát egy orgazmikus élmény volt. Tehát, hogy azt nem, hogy ez hogy nincs kép a fejedbe, hogy hogyan lehetnie két nő, egy férfi, vagy x bármilyen több férfi, több nő, tehát, hogy még csak ne is szabályozunk, nincs, el sem tudod képzelni, de a hozzáfűződő összes ítéleted, elvárásod, meg minden, azt el tudod engedni, akkor gyakorlatilag bárhogyan felbukkanhat, és az minden módja egy gyönyörteli lesz, akár egy étel elkészítése, felszolgálása, elfogyasztása, vagy egy tánc. Érted? Vagy bármi. Uh -huh. Most csak mondtam direkt mi van, más mi van, ötleteket hogy her, mint a ebből szex. is csak. Nagyobbak az elvárások, mint ami egyébként. Kéne, Mások hogy az legyen. elvárások, Aha. mint ami amivelnak. Igen. Aha. Ami tényleg nagyszerűbb lehet, mint amit el tudunk képzelni. De táncolni már táncoltál te is, nőkkel is csak, csak férfiakkal is. Fürödni, fürdőzni, testkezelések, amikről beszélsz. Persze, persze. Ezzel így nincs is. Oké, tehát akkor mindenhol, ahol ilyen helyzetekben felbukkan, azonnal a szégyen is. Uh -huh, ugye erről meg, már meg Meg az, hogy ez, ez lehetetlenség, és hogy ennek nincs helye ebben, a, ebben az egész valóságban. Tehát mindenhol, ahol ezt érzékelem, és ezt, ezt így, így behúzom, és magamévá teszem ebbe, a, hmm. ebbe az egész ezt együttlétbe. Hú, hát azt mindet engedjük el. És a felállszőröm pedig Igen. nagyon meleg van. Igen. És nincs is mindenhol szőr. <laughs> mindenhol, ahol... Annyira jó, hogy ezt most fölhoztad, Gabi. Múltkor olvastam egy, egy izét, egy, egy csajszínak a kiírását, tehát, hogy, hogy ez megint egy ilyen ebből a valóságból, hogy most mi az elvárás, hogy legyen szőr, vagy ne legyen szőr, vagy hol legyen szőr, vagy hol ne legyen szőr, és hogy és hogy ezek mind ilyen külső megcsinál dolgok, mert sok-sok idővel ezelőtt az volt a normális, hogy mindenhol szőrös volt az ember, aztán egyszer csak elkezdett ez a nem izé belépni, és most meg már az a trendi, hogy na hát az, meg, vagy már inkább elvárás is, hogy ne legyen sehol se szőröd. És ez megint ilyen dolog, hogy, hogy oké, okay, akkor most, most ez, ez csak egy nézőpont. Válaszd azt, ami neked működik ahogy te érzed magad jól. Én például úgy érzem magam jól, ha nem vagyok szörös. Ja, igen, abszolút. Ez, minden, ez szerintem mindenkinek a saját Tehát azért, hogy tetszek, a nem tudom tibénye, kinek, jaj. pedig van olyan pasim, aki azt mondja, hogy kifejezetten szereti, hogyha nőnek szőrös a nemi szerve. Oké. Okay. De én meg azt szeretem, hogyha nekem meg nem. És kész. Ez nem azt jelenti, hogy nem szokott kinőni, mert nyilván havonta egyszer járok szőrtelenítésre, és valamikor már ugye nem teljesen, de hogy azt, ja, tehát is te találj meg, én tényleg azt kövesd, azt találjuk meg, ami nekünk működik. játékosság. Szerintem a hármas kapcsolódásban szerintem alapvetően mindenkit érdekel, mert ugye, hogy leszületünk ide a földre, így nyilván mindenfélét meg akarunk tapasztalni így az életünk során, hogy mondhatnánk azt, hogy rövid az élet, és mindent próbáljunk ki. De lényegében igazából a, a minőségét akarjuk megtapasztalni. És nem azt, amikor... Ez olyan, mint ahogy felsoroltad az egyik rész, Bági, hogy mm, mindent kipipáltál, hogy ez az élet, sex ez a pipa. Aha. Most tényleg? Tehát, hogy csak ennyi, vagy mélyebben. De a mély, én... mély átélése és a, a belengedés önmagunk belengedés és tényleg az, hogy megengedni magunknak, hogy ott jelen legyünk, és uh -huh. tök mindegy az, hogy férfi vagy nők vannak jelen. Igen. Így van. Akkor tényleg nem számít. Nem, tehát, nem hogyha, az számít. Ha önmagammal, önmagammal gyönyörbe tudok kerülni, és meg, meg, meg tudom engedni magamnak a gyönyört, akkor igazából mindenki ugyanazt fogja visszatükrözni, hogyha egy másik ember van, vagy hogyha kettő van mellettem. Jó esetben. Jó esetben. Tehát, hogy igen, tehát, hogyha ők is gyönyörbe tudnak ugyanúgy kerülni, és így áramlani ezzel, hogy, hogy jól érzik magukat a testükben, és nem gondolkodnak azon, hogy, hogy ők most féltékenyek, vagy hogy ők kevesebbet kapnak, vagy bármi, akkor tényleg egy ilyen, egy ilyen érzés tud kialakulni, és egy ilyen áramló, áramló energia. Szóval szerintem ez abszolút, le, abszolút lehetséges, még ugye, nem tapasztaltam meg ennek a szexuális, szexuális változatát, úgyhogy gyönyörben is voltam. Igen, Én úgy még Benne. Sem. Igen. De úgy, hogy mikor ilyen tényleg ilyen erotikus energiában és így mesztelenségben, így volt volt teljesen ilyen, ilyen három ember között zajló ilyen energetikai hullámzás, ami ugye nem ment mélyebbre az erotikánál, de, de, de én, én már nekem van, van rá valamilyen utam arra, hogy ezt így... Én, én bennem most mutatkozott meg, de azt nem szeretném így elmondani, tehát most megláttam, pont ahogy kimondtad, hogy megvan rá az utad, és most, ahogy beszéltél, én is megláttam az enyémet ebben, de ezt most így elmondani nem szeretném. Jó. adásba. Akkor... Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan wow. mutatkozik meg. Váó, wow. micsoda fel. Majd, hogyha megtapasztalatok. Akkor majd elmondom. <laughs> <laughs> Jó, oké, rendben. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai adáson. is. és nagyon izgi vár, most. Vár, várunk érezem. titeket a következő alkalommal is. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.